pince szerkezeteknél nagyon sokszor előfordul az, hogy a pince falon csöveket vezetünk át, tehát az a pince, ez a pince tér, ami itt van, valamiféle csöveket kell, hogy tartalmazzon, kapjon, tehát meg kell, hogy oda érkezzen oda egy hidegvízcső, vagy egy szennyvizet ki kell tudnunk vezetni a csatornába, de minden esetre ezek a csövek áttörik a szigetelésünket, tehát ha egy szigeteltük ezt a pincét valamilyen módon, akkor ezen a szigetelésen lyukak keletkeznek a csövek által. Tehát nagyon nem mindegy, hogy ezt a csövet hogy készítjük, hogy alakítjuk ki, és figyelünk arra, hogy a szigetelés ehhez tudjon csatlakozni. Ennek alapvetően az az elve, hogy az a fal, ami ott készül, legyen az betonból, téglából, kőből, bármiből, kapjon egy olyan átvezető idomot, egy olyan köpencsövet, amibe aztán be tudjuk fűzni azt a haszoncsövet, ami az előbb említett szennyvízcső, hidegvízcső, bármi. De lényegében az az acél köpencső, ami ide bekerül a falba, vagy netán PVC-cső, polietiléncső, az alkalmas legyen arra, hogy ezt az adott csövet, ami mondjuk a hidegvíz, átvezethesse. Tehát bele átbújtatjuk ezen. És utána viszont, hogyha nem akarjuk, hogy itt a víz befolyjon, illetve hát itt is be tud folyni, ugye ez a külső tér, ez a belső pincetér, akkor itt bizony tömítenünk kell. Tehát ezeken a részeken, kívül és belül javasolt tömítéseket elkészíteni, lehet, hogy egy csavarral meghúzható tömítés, lehet, hogy csak egy poliuretánkit tömítés, attól függően, hogy milyen a külső vízterhelés, tehát ez a talajvíz vagy talajnedvesség itt mit csinál, hogy akar bejutni, mennyire terheli az épületet, és persze az is nagyon fontos, hogy itt a szigetelés hogy csatlakozik ehhez az acél vagy PVC köpencsőhöz, és ezt is jól meg kell tudni oldani. Lehet, hogy szükség van egy olyan szorító peremre, ami a mi szigetelésünket befogja, odaszorítja, oda lehet húzni alátét anya, meg lehet húzni nyomatékkulcssal egyébbel, és az az egy vagy két réteg szigetelés, ami itt van, tud megfelelő módon csatlakozni, illetve ezt a szigetelési funkciót át tudja adni ennek a csőnek és a tömítéseinek, és akkor ez a szigetelés tulajdonképpen folyamatos lesz. És ezáltal elérhetjük azt, hogy ez a víz itt nem fog, nem tud, nem akar bejutni, hiszen nem engedjük, hogy ez itt a belső térbe jusson, és ezáltal itt belül kapunk egy száraz teret, attól függően, hogy porszáraz vagy viszonylagos szárazság igény van, de minden esetre a víz nem tud bejutni, ha szakszerűen készítjük el a csőátvezetést. Ezekre vannak gyári idomok, vannak olyan elemek, amik ezt lehetővé teszik, vásároljuk meg őket, tervezzük be őket, építsük be őket, lehet ez egy acélidom vagy egy műanyagidom a speciális tömítésekkel együtt, és akkor az összes csőátvezetés jól fog működni. És ez igaz ez arra is, hogyha utólag kitaláljuk, hogy milyen telefonkábel, internetkábel, egyéb kábel jöjjön be, azokra is léteznek szakszerű tömítések, amik körbeveszik azt a csövet, amit átvezetünk, és a tömítések fogják aztán itt a szigetelés funkciót ellátni, de ehhez egy szakszerű kialakítás szükséges, és nem egyszerűen csak átfúrjuk a falat és átvezetünk egy csövet, mert ott minden bizonnyal beázás fog keletkezni, és ezt valószínűleg nem akarjuk.